Egyáltalán nincs előkészítve Debrecen környékén a szakmunkás képzés arra, hogy legyen elég szakember a BMW gyár nyitásához, fogalmazott Parag László. A kamara elnöke szerint még szerencse, hogy közel a határ. De akkor minek alakították át a magyar szakképzést? Kérdezzük Parag Lászlót. Jó estét kívánok az iparkamara elnökének. Csak még egyszer, hogy pontosan idézzük ezt a mondatát, amin én nagyon megdöbbentem, főleg, hogy az ön szájából hallottuk. Tehát a 444.hu idézete szerint azt mondta, hogy egyáltalán nincs előkészítve Debrecen környékén a szakmunkásképzés. Arra kell törekedni, hogy a városban és a környéken elinduljon az autóipar számára szükséges munkaerőpiaci igényt kielégítő oktatásképzés, és még jó, hogy Kárpátalja és Románia közelsége azt eredményezheti, hogy a határon túlról sikeresen toborozhatnak a gyárba dolgozókat. De hát mi azért csak nem azért örülünk ennek a gyárnak, hogy nem magyarok dolgozzanak ott. Szerencsétlen a dolog, mert a MediaClickben letölthető az interjú. Ott van fönt. 7 óra 43 perckor hangzott el a Kossuth Rádióban, és én ilyet nem mondtam. Na, akkor mit mondott? Az a baj, a magyar sajtóban van néhány olyan szereplő, aki csak azért, hogy magára irányítsa a figyelmet, szimplán hazudik. Mit mondott? Én azt mondtam, de hangsúlyozom, letölthető, tehát ott van. Én azt mondtam, hogy Debrecen eddig az orvostudományról, a gyógyászatról volt híres és ismert, most azzal, hogy bekerül az autógépgyártás, ezzel egy új fejezet nyílik meg a város történetében, és miután közel van a Kárpátalja, és közel van a Partium, ennek a két térségnek a munkavállalói is találhatnak munkát Debrecenben. Ez egy nagy különbség. Igen, de azért... Én megvédem a 444-es kollégákat, szerintem azért olyat nem csinálnak, hogy leírnak egy olyat, ami nem hangzik el, és abból, amit ön mond, hogy ott az orvos tudomány, az orvosképzés volt eddig fókuszban, abból következik, hogy a szakmunkásképzés, ami az autóipar számára jó lehet, az ott hiány szenved munkás kezekben. Hát az autóiparnak nem csak szakmunkásra van szüksége, arra is természetesen, nem is kevéssé, de mérnökképzésre is. Tehát a természettudományos karoknak az erős fontos lesz a Debreceni Egyetem számára. Hát igen, de várhatóan azért nem a mérnökök fognak tömkelegével ott dolgozni, hanem a gyártósoron, reméljük, magyarok, bár most megint azt mondta, hogy határon túliakra számíthatnak. Ez már így nem szerepel az interjúban, az a helyzet, hogy az autóipar és általában a gépgyártás az olyan munkatársakat keres, akik többet tudnak, mint egy egyszerű szakmunkás ismeretanyag, és kevesebbet, mint egy mérnök. Tehát ők technikusokat keresnek jellemzően. Önmagában optimista azzal kapcsolatban, hogy itt főleg magyarok fognak dolgozni? Igen, biztos vagyok benne. Most Magyarországon egy keresletorientált munkaerőpiac van, tehát a cégek keresik a munkatársakat, biztos, hogy fel fogja nyomni a béreket, tehát emelkedni fog a bérszínvonal, emelkedni fog a fogyasztás, emelkedni fog a város bevétele, vagy a teljes környék, a régió bevétele, és szerintem nagyon sok olyan magyar cég lesz, aki képes lesz beszállítani. Amikor úgy fogalmazott nagyon diplomatikusan, hogy keresletorientált a munkaerőpiac, az azt jelenti, hogy egyáltalán nem találnak megfelelő szakmunkást, amiben ugye minden hír arról szól, hogy ön mondja gyakorlatilag a kormányban, hogy milyen legyen a szakmunkásképzés, és hogy ez finoman szólva nem vált be. Ez nem igaz. Megint csak bocsánat, hogy ilyen nyersen fogalmazok. Ma Magyarországon 3-4% körül van a munkanélküliség, ami praktikusan egy teljes foglalkoztatottságot jelent, közgazdasági értelemben. Ugyanakkor folyamatosan csökken a gyerekek száma, 5 esztendő alatt 100 000 gyerekkel kevesebb iratkozott be a középfokú képzésbe, mint korábban. Most először választották talán tavaly többen a gimnáziumot, mint a szakképzést, mert hogy maguk a szülők is látják, hogy az a szakképzés, az nem egy perspektíva. Hát 16 000 gyerek esett ki a gimnáziumból, a 100 000-et figyelembe véve, és 84 000 a felsőoktatás, a középfokú gimnáziumi oktatásból. Tehát ez jól mutatja, hogy a gimnáziumnak van egy nagyon erőteljes elszívó hatásuk. Ami azt mutatja, hogy ebben látnak perspektívát a szülők, meg a gyerekek is, és nem abban a szakképzésben, a legújabb számok nem ad érettségit. A legújabb számok nem ezt mutatják. Tehát a legújabb számokból az jön ki, vagy az derül ki, hogy egy jó szakmunkásnak a bére az magasabb szinten van, mint egy kevésbé keresett diplomásé. Ja, Romániában lehet? Nem, nálunk. Nálunk. Ne mondja azt, hogy idehaza a diplomásnál jobban keres egy szakmunkás. De, van ilyen.
Van, több ilyen szakma is van. A többsége, hát már, már elment nyugatra, vagy akár Romániába is szakmunkásként. Persze, de mindig a legkiválóbbak mennek el. Tehát ők a leginkább nyitottabbak a világra. Miért a... fáj annyira az önnek, hogyha a szakképzés érettségit is ad? Ez nem fáj, sőt, hogy mi ezt szorgalmazzuk. Tényleg? Hát ez eddig nem tűnt fel. Hát a szakközépiskolások, egész pontosan most a szakgimnáziumok, hogy a terminológia pontos legyen, az gimnázium érettségit ad. Persze, de megnyitja a másik típusú iskola, amit favorizálnak, és ő mindig elmondja, hogy feleslegesek a gimnáziumok, és vissza kéne szorítani, ami az életre hosszig tanulás alapja, hogy ezt a valaki adják. Ez nem igaz. Hát Magyar Narancs interjú, hát ön mondta. Mi azt állítjuk, hogy azzal a szakmával lehet elhelyezkedni, aminek a tudására a piacon igény van. Ebből következően, ha szakmát tanítok, ma azt kell megtanítanom egy gipszkarton szerelőnek, hogy mi a gipszkarton szerelés. És hogy 20 év múlva milyen lesz a gipszkarton szerelés, azt majd 20 év múlva a felnőtt képzés keretében kell a számára megtanítani. És azt is állítjuk, nagyon sok helyen elmondjuk, hogy ki kell nyitni a felsőoktatás lehetőségét a tehetséges diákoknak. Ha valaki jó autószerelő, abból nagyon könnyen lehet jó autóipari mérnök például. Hát igen, hogyha képes arra, mondjuk a nyelvtudás, meg eleve az olvasás-írás készség alapján, hogy megtanulja folyamatosan, amire szüksége lesz. Lehet, hogy a gipszkartonozás is máshol fog kinézni 10-20 év. De ehhez megkapja azért a gimnáziumban a lehetőséget. A gimnáziumban meg. De abban a szakképzésben, ami nem ad érettségit, nem ad nyelvtudást, a természettudományos tárgyakat leszűkíti, ott már nem, és ezt az akadémia hivatott szerve is kimondta. Hát én a szakgimnáziumokról beszélek, a korábbi szakközépiskoláról. Az akadémia véleményét meg hadd ne osszam meg önnel, hogy mi arról a véleményem. Na, akkor most itt álljunk meg, ossza meg velem. Szerintem éppen ideje volt, hogy Pakovics miniszter úr neki állt ott egy kicsit átalakítani a rendszert. Miért? Ezt régóta gondoltuk, vagy régóta mondjuk. Azért, mert ő maga is akadémikus, érti a rendszer működését, fiatalon került be ebbe a körbe, és pontosan tudja, hogy mi a különbség az alapkutatás, a fejlesztés és az innováció között. Az alapkutatás az, és lefordítva egyszerűen, hogyha tudom azt, hogy egy drótba, ha áramot vezetek, akkor az fölízzik és világítani fog. A fejlesztés az, hogy ebből csinálok egy működő eszközt. És az innováció az, amikor ebből csinálok egy villanykörtét, szabványosítom, és belecsavarható a lámpába, lámpatestbe. Az alapkutatásánál sokkal szélesebb spektrumú, és nem lehet tudni, hogy az alapkutatás a végén milyen innovációhoz vezet. Azért mi egy 10 milliós nemzet vagyunk, vagy 10 milliós ország vagyunk, nagyobb nemzet szerencsére. Nem gondolom, hogy a mi pénzügyi lehetőségeink azok az egész világ alapkutatását finanszírozni tudnák. Hát erről nincs is szó. Igen, de ezeknek a kutatásoknak egy jelentős része az íróasztal fiókjában landol. Azzal ezzel most szépen rendben helyre raktam a magyar tudományos életet, meg kutatókat. Ezt tudják rólam. Azért Varga Mihály maga is mondja azt, hogy mondjuk amit egy holland munkás előállít, az kétszer annyi érték, mint a magyar. Így van. Ez némileg szerintem a szakképzéssel is finoman szólva összefügg ez a probléma. Egész biztos. Egész biztos, de hát ez egy... Akkor ezt magára veszi ezt a kritikát? De miért kellene magamra vennem? Hát mert a szakképzés ez egy hosszú távú folyamat. Ez egy hosszú távú folyamat. A szakképzés nem fog egyik pillanatról a másikra csodát eredményezni. Ehhez idő kell. Hát igen, mondjuk ahhoz is idő kellett volna, hogy a szakképzés alapjait kidolgozzák, ne pár hónappal, vagy egy-két héttel korábban tudják meg a diákok, meg az oktatót, hogy mi kéne, meg miből tanulni. Milyen hosszú folyamat? Van egy határnap mindig, az a szeptember 1-e, hiszen akkor indul a tanítás. Tehát itt évente egyszer lehet érdemben beavatkozni. A másik, hogyha végig gondolja a szakképzést, az egy 5-6 éves folyamat. Tehát először meg kell határozni, hogy mit akarunk tanítani, aztán meg kell írni a könyveket, ki kell képezni az oktatókat, és 3 vagy 4 évig, netán 6 hát évig igen, de itt jár a diák a fél iskolába. Évről a másik fél évre állították át a rendszert. Túl sok időt nem adtak. De akkor vesztettünk volna még egyet. Tehát még egy most évet elvesztegettünk volna. Távú. Akkor miért kellett sietni, és kidolgozatlan rendszerrel előállni, és ebbe kényszeríteni diákokat? A kettő nem zárja ki egymást. Tehát én azt gondolom, hogy ha bizonyos döntéseket meg lehet hozni, akkor azokat meg kell hozni. Másik oldalon pedig azt látni kell, hogy ez nem fog túl gyorsan eredményre vezetni. Egyébként, ha megnézi a német vagy az osztrák szakképzés, az pontosan így működik. Se
a szakképzés felelőseként sem lát ebben semmilyen személyes felelősséget, hogy ez nem egy sikersztori eddig, se az iparkamara vezetőjeként, ami egyébként most pont kiderült, hogy 360 millió forintot szed be kamarai hozzájárulásként, aztán nagyjából egy hírlevélen túl nem nagyon segíti a KKV-kat. Most akkor melyik kérdésre válaszoljuk? Hát jó lenne mind a kettőre. Ha belegondol, egy olyan szervezet működésében, ahol közel 100-an dolgoznak, 360 millió forint az egy nagyon kis összeg. Tehát még ezt több még, kellene? Én tudom, hogy ezt sokan nem fogják így tekinteni, vagy nem így fogják érezni, de ez nekünk a statisztikai hiba határ kategória. Jó, de fordítsuk meg, aki befizeti ezt az 5000 forintot, azért szeretne ezért valamit látni, és lehet, hogy önnek kevés, másnak lehet, hogy sok egy kis vállalkozó. A területi kamaráktól nagyon sok segítséget kap, hiszen a tagok a területi kamarán keresztül férnek hozzá a kamarához, például a szakképzést, amit olyan sokan kritizálnak, miközben nem találnak villanyszerelőt, vagy festőt, hogyha otthon valami problémájuk van, illetve ezen kívül azt jogi mondta, szolgáltatásokat. Azt 100-an dolgoznak? Az MKIK-ban. Nem lehet, hogy túl sokan vannak, 78, és a bürokráciát kéne csökkenteni? És akkor több pénz maradna az érdemi Ezt a kérdést megint csak mindig fel lehet tenni. Ezt mindig fel lehet tenni, de én ezt nem tartom tartalmasnak. De azért az, aki befizeti a pénzt, megkérdezheti, hogy most a vezetésnek fizetem be, vagy azért, hogy nekem segítsenek? Azért, ha visszatekint, néhány évvel ezelőtt a körbetartozás az egy nagyon-nagyon súlyos probléma volt. Azóta megcsináltuk a kötelező regisztrációt, megcsináltuk a teljesítés igazoló szakértői szervet a kamara mellett, van egy kötelező építőipari regisztrációnk, és ma már nem beszélünk körbetartozásról. Tehát az regisztráció, vagy az is pénzes? A teljesítés igazolás az pénzes. Na, az jó, mert akkor azzal is be tudnak szedni meg pénzt. Azért fizetni kell. Persze, hát nem csekély a bevételünk, én ezt nem állítom. Csak azt akarom mondani, hogy ha valaki tudja azt, hogy egy 70-80 fős szervezetet irányítani kell, működtetni kell, gépkocsi kell, telefon kell, internet kell, akkor a 360 millió forint az nagyon pici összeg. Köszönöm, hogy itt voltam.